A tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival című projekt közel 3 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból valósul meg. Ennek kedvezményezettje az Oktatási Hivatal konzorciumban a Debreceni Egyetemmel és a Szent István Egyetemmel. A projekt egyik első lépése a Sonkádon megrendezett első Kárpát-medencei Szabad Egyetem programja. Ez a rendezvény, ez egy szelete, egy epizódja ennek a több éves projektnek. Tehát itt milliárdos nagyságrendű fejlesztésről van szó az évek alatt. A fő fókuszpont az a iskolai lemorzsolódás csökkentése az egész Kárpát-medencében, aminek nagyon sokféle szegmense van, a megelőzéstől, a pályaválasztás segítésétől, egészen a felsőoktatásba való integrációig, közös kutatásokig, hogy egymást segítsük ezeken a területeken ebben a küzdelemben. A háromnapos pedagógiai konferencián több száz magyarországi és határon túli pedagógus szövetség képviselője vesz részt. A program célja egy olyan egységes irányvonal kialakítása, amelyen fenntartható az egységes magyar nyelv és a magyar nyelvű oktatás. Ebben jelentős szerepet vállal Sonkád. Sonkádra azért esett a választás, mert Sonkádon immár negyedik alkalommal rendezzük meg országosan a mesterpedagógusok szabad egyetemét, amely olyanná nőtte már ki magát, hogy bátran kiterjeszthetjük a Kárpát-medence más területein élő magyarságra is, és ebből az ötletből indult ki lényegében ez a dolog. Mi voltunk az ötletgazdái, a településem, illetve néhány jó barátom, és azt gondoltuk, hogy vállaljuk ezt a következő rendezvény megvalósítási helyszínét is. A képviselők kerekasztal beszélgetések keretein belül adhatják át egymásnak az innovációs tevékenységek működését és a jó gyakorlatokat a köznevelés és a felsőoktatás területén.